A bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jókért Alapítvány elnöke beszélt a megemlékezés fontosságáról. Kiemelte, szeretnék felhívni az emberek figyelmét a kiszolgáltatott embertársaik sebezhetőségére. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja, tehát ilyenkor emlékezünk meg azokról az emberekről, akik ilyen vagy olyan módon, de áldozatul esnek bűncselekményeknek, bűneseteknek. Ezt 1990 óta tartják ezt a napot, Magyarország 1993 óta civil kezdeményezésre tartja ezt a napot, és ilyenkor hívjuk fel a figyelmet azoknak az embereknek a sebezhetőségére, akik ki vannak szolgáltatva, vagy egyáltalán olyan helyzetben vannak, hogy áldozatul eshetnek bűncselekményeknek, és Ilyenkor az ember próbál tenni is valamit ezeknek a megelőzése érdekében. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kifejezetten a pszichiátriákon történő jogsértésekkel foglalkozik. Dobos János elmondta, a bűncselekményeket nem lehet egy bizonyos korcsoporthoz kötni, bárkiből lehet áldozat. A mi alapítványunk ugye azzal foglalkozik, hogy a pszichiátriákon történő jogsértéseket, bűncselekményeket tárja fel, tehát igazándiból ugye mi ezt a területet vizsgáljuk, és ezen a területen belül az a tapasztalatunk, hogy hát az idősek nagyon sokszor kivannak téve ennek, ők könnyebben esnek áldozatul akár átveréseknek, vagy egy, vagy egy pszichiátriai osztályon annak, hogy, hogy velük méltatlanul bánjanak, de ezen, ezen kívül igazából nincs olyan korosztály, vagy olyan társadalmi csoport, aki de azt mondanám, hogy nem tud áldozatul esni egy ilyesfajta szituációnak, hiszen ha valaki bekerül a pszichiátriára, önmagában ez egy olyan kiszolgáltatott helyzet, ahol nagyon sok minden megtörténhet, és a sajnos a gyakorlati tapasztalatunk azért nagyon sok minden meg is történik. Jogsértésekről, illetve az alapítvány további tevékenységéről bővebben az emberi jogok.hu weboldalon olvashatnak.